Itt az Agromas Expo Agrárgépsok kiállításon egy sajtóbejárást rendeztek. Mi volt a céljuk ezzel a sajtó bemutatóval? Nem egyszerű dolog elmesélni azt, hogy a Kite ZRT-nek a kínálata, az hogyan épülhet be a mezőgazdaságba, hogyan épülhet be a különböző partnerünknek a mindennapi gazdálkodásába. Többféle csatornát fel lehet arra használni, hogy ezt a tájékoztatást megadjuk, maga a kiállítás is egy ilyen csatornának tekinthető. Azért szeretjük ezeket a sajtóbejárásokat megtartani, mert ilyenkor azért a sajtónak a képviselői a maguk szakmai kérdéseivel együtt is egy képet kapnak arról, hogy mit akartunk megmutatni, mik a lehetőségeink, és melyek azok a megoldások, amelyeket a partnereinknek kínálni tudunk. Természetesen a különböző sajtóorgánumok más-más lehetőséget biztosítanak, van, ahol élőképben lehet ezt megnézni, van, ahol több fotón keresztül, van, ahol akár az interneten egy élőadás keretében, de mindenképpen egy-egy lehetőséget biztosít ez számunkra, hogy meséljünk, beszéljünk arról, hogy melyek azok a megoldások, amit a nálunk beruházók, a mi megoldásainkat választók meg tudnak kapni. Az önök kínálata, tevékenysége a legszerteágazóbb a magyarországi integrátorok, gépforgalmazók körén belül. Mi a fő csapásirány az idén? A Kite évek óta a precíziós gazdálkodás zászlóvivője Magyarországon. Természetesen egy komplex precíziós gazdálkodást minden méretre vonatkozóan nem lehet megmutatni. Ennek az elemeit lehet megmutatni, ahol mindenki megtalálhatja azt a belépési pontot, ahol elkezdheti a saját gazdaságában a precíziós gazdálkodást. Szeretnénk azt megmutatni, hogy milyen szaktanácsadási rendszert üzemeltetünk emögött, hiszen a precíziós gazdálkodásnak az egyik legfontosabb eleme az, hogy a mért adatainkat hogyan tudjuk feldolgozni, és ezekből milyen döntéseket tudunk levonni. Az így megkapott döntéseinket pedig hogyan kivitelezzük, és milyen eszközökkel lehet ezt végrehajtani.